Mit csináljak a vaníliás bourbon stoutommal, ami megsavanyodott, valószínű a megrohadt vaníliától, illetve a fertőtlenítetlen vaníliától, és 7 ballin körül van, tehát az a nem is tudom, 1030 vagy valami ilyesmi, és savanyú. Forraljam ki? Vagy ebben már nincsen cukor se? Hát ugye, a savanyú, hát ugye lehet elviekben kezdeni vele valamit, amit mondtam az olasz is. Nem a legjobb megoldás, tehát tökéletes soha nem lesz. De ha te kiforralod, akkor ugye alkohol nem lesz benne. Igen. Hát ez most sincs. Szerintem. Aha. Ez egy savanyú. Ez belőle egy savanyított sört, és laktobacillussal rá savanyítasz még egy kicsit. Jó. Na, ez egy jó ötlet. Mert akkor a laktóval az... De ott nagyon kell pH-t mérned. Mert nagyon gyorsan indul el a laktobacillus. Az inkriminált vaníliarút. Jó, hogy ebben van már ilyen öngyújtója. Persze, ez annyira. Figyelj, 21. század. Ez reduktoros, nem úgy valami, csak fölrobbantom magam. Kavarod esetleg. Köszönöm szépen. Nagy baja már nem lesz. Végképp elkúrtuk, akkor ráérik, hogy farmhouse éjjel. És ez annyira szörnyű, hogy senki se kifogásol rajta semmit. Csak azt mondta, hogy citrapon. Nincs. Egész stoutosnak néz ki már most. Pedig még mi? Ez már kész? Már úgy értem, hogy... Egyszer kész volt. Egyszer már majdnem kész volt. Az élesztő is benne van, csak az élesztőn győzedelmeskedett a... nem tudom. Hogy jössz a 444-hez? Hát megyek, de azért nem egy akkora bombasztikus sztori, nem? Hát hova mennék? Valamilyen van azért, mint a... Origo most influencerekre állt rá, hát látod. Ja, vagy a pesti srácok, mondjuk oda csak diszgráfiával vesznek fel. Érdelem. Fél, sokszínű a magyar sajtópaletta, mint ever. Mert mi van még? Ott van 400 valahány lap a Kesmánál, választottál bármit. Itt a Komárom megyei, az milyen? Nem tudom, nem fizetek elő. A vasnépénél is talál. Tényleg neked vasnépés gyökereid van. Igen. Vasnépés származású vagy. Igen. Vasnépei vagyok. Igen, de hát ott a nagyszerű tévés kapcsolataid is ott van a TV2-vel. Gita, milyeneket gitározhatnál a TV2-s bulén? Azt nem mondtam, hogy hívtak a... Ebben a táncos műsorban? Az TV2, nem? Na. Nem tudom, miért nem itt mentem. Én lehetem volna egy millió. Az első kieső. Az nézhet volna ki. Igaz? Mi volt, hogy 5 percig visítva röhögtem, és Diana azt kérdezte, hogy miért röhögök, és mondtam, hogy most hittak a Dancing with the Stars-ba. És nem értette, hogy most mi bajom. Aztán megmutattam neki néhány figurát. De a tévé is rengeteg van. Melyikre gondol? Egyikre sem. De a tévére nem mehetek, mert
mert német S. Szilárd ugye Facebook posztot adott ki, hogy mert én milyen gyökér vagyok, hogy hogy kollaboránsnak neveztem az ATV-t, és nem igaz, mert ők nagyon kemények. Ó. És még szegény Svábinak lájkolnia is kellett a Facebook posztot. Én úgy láttam, mert nekem a Svábi barátom. Ó. Már úgy ezen a szinten, tehát a... És Karcsikával is jóban vagy ezek szerint? Ez ki? Hát a Svábi kutyája, ami minden becsipe ja. Minden műsorban. ATV. Hát a klubra... Na most figyelj, Index is megújul, fiatalos, matrózos. Mi az, hogy matrózos? Nincs már meg ez a rész szőke badár reklám, amikor a fiatalos matrózos. Ja, volt, ja, tényleg, matrózos. Mind magyar reklám történeti volt, amikor eleresztették a szőket, meg a badárt. Esztrecs. Gyönyörű, fiatalos, matrózos. Ide néz, meghúzta, tök hosszú túl a karom. Nézd. De hogy milyen reklám volt már, arra nem emlékszem. UPC vagy valami ilyesmi. UPC. Tényleg te is voltál UPC. Én is voltam UPC. Azért sem visszamehettek a UPC-hez. A laktobacillussal végeztél, akkor... De viszont kellene még hozzá valamit, hogy legyen alkoholtartalma, mert így nem lesz nagyon alkoholtartalma, ha nagyon kiforralod. Üvegvodka? Hát az üvegvodka, az másfajta alkohol lesz, ki fog lógni az alkohol belőle szerintem. Akkor a legjobb, ha kiöntöm, nem? Az egészet. Igazából néha le kell írni a veszteségeket is. Hát igen, sajnos van egy ilyen, de érdekes lehet, tehát lehet kísérletezni vele. Lehet, hogy én most csak azért mondom, hogy én is kísérletezgetnék, mert érdekes dolgokat ki lehet hozni alaphelyzetben, ugye? Ó, hát egy VMW turista csoport, egy turista rudli átment előttünk.